Sziasztok! Németországban csak minden másik lakos rendelkezik saját ingatlannal. Európában ezzel szemben 10-ből 7 lakos saját lakásban vagy házban él. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mennyibe kerülnek az ingatlanok két közel azonos lélekszámú városban, Magyarországon, illetve Németországban. Ha érdekel titeket is ez a téma, akkor tartsatok velem! Nézzük is meg, miért érdemes lakást vásárolni. Először is a lakásbérleti díjak magasak és folyamatosan emelkednek. Az alacsony kamatok miatt egyre vonzóbb befektetésnek is az ingatlanvásárlás. A lakásárak is emelkednek, így az általad vásárolt ingatlan értéke is többet fog érni. Az állam különböző támogatásokkal segíti a lakáshoz jutást. Mennyi pénzre van szükséged? Először is le kell szögezni, hogy ha hitelre szeretnénk önerő nélkül megvásárolni az ingatlant, az lehetséges, de nagyon nehéz és másodszor nagyon drága is. A bankok sokkal több kamatot számolnak, kevés vagy nem létező önerő esetén, mint ha lenne valamennyi spórolt pénzed. Általánosságban egy 20-30%-os önerő már elég szokott lenni, de ez függ a fizetésedtől is és a SUFA-tól. És még itt nem is említettem például az ingatlan szerzési illetéket és a közjegyzői díjakat. Most egy kicsit elkanyarodtam, de nézzük is meg, hogy mennyibe kerül egy körülbelül 70 négyzetméteres lakás Németországban, illetve Magyarországon. Vegyünk alapul két hasonló nagyságú várost, Németországban Ingolstadtot és Magyarországon Győrt. Mindkét város körülbelül 130 ezer fős. Kiválasztottam Győrben egy 2020-ban épült, első emeleten lévő téglalakást. Ez egy 70 négyzetméteres, 4 szobás lakás. Láthatjuk, hogy lift is van hozzá, illetve akadálymentesített. Kilátás, panorámás, erkés van hozzá. Ennek az ingatlanak az ára 34,5 millió forint. Az alaprajza itt található. Itt le van írva részletesen, hogy a nappali 19,04 négyzetméter, a három szoba az első 12,55, a második szoba 12,62 és a harmadik 8,44 négyzetméter, a konyha 5,76 négyzetméter, az előszoba 4,27 négyzetméter, a fürdő 3,18 és a WC 1,44 négyzetméter. A lakás összesen 67,3 négyzetméter. Erkély 5,25 négyzetméter, ez összesen bruttó 72,55 négyzetméter. Akkor most nézzük meg, hogy Ingolstadtban mennyibe kerül ugyancsak egy új építésű lakás. Ez a lakás 2019-ben épült, 89 négyzetméter, 3 szobás. Első emeleten található ez is, és ugyancsak erkélyes. Itt található az alaprajza, bár itt nincs részletezve, mihány négyzetméter. És gondolom kíváncsiak vagytok, mennyi az ára ennek az ingatlannak. Ez a lakás 499.900 euró, ami jelenlegi árfolyam mellett körülbelül 175 millió forint. Ez a győri lakásnak az ötszöröse. Igazából ennyit szerettem volna elmondani ebben a videóban. Remélem érdekesnek találtátok. És ha van véleményetek a témával kapcsolatban, nyugodtan írjátok meg itt lent, a komment szekcióban, illetve ha szeretnétek még más témáról, hogy csináljak videókat, akkor azt is írjátok meg nyugodtan, és ha nem vagytok még feliratkozva, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és remélem találkozunk a következő videóban. Sziasztok!